kormányokhoz hűen közös énekléssel köszöntötték Székesfehérvárt az Alba Régia Gyermek és Ifjúsági Kórus Fesztiválra érkezők, a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola és Gimnázium, illetve a Budapestről, Gödöllőről, Kiskunfélegyházáról, Szegedről és Várpalotáról meghívottak. A Városház téren Lerner Zsolt alpolgármester köszöntötte a fesztivál vendégeit. A megnyitó szívet melengető pillanata volt, hogy Kneifel Imre vezényletével több mint 500 fiatal előadásában csendült fel Kodály Zoltán Magyarokhoz című örökbecsű kórusműve. Ez egy olyan zenei találkozó, amelyen egy nyelven fogunk beszélni, a zene nyelvén énekelünk közösen. Ebből most rögtön itt a megnyitó is néhány percet élvezhetünk, hiszen egy nagyszabású kánont fogunk megpróbálni elénekelni. A karnagyokat a Városházán fogadta Cserpalkovics András polgármester, aki kiemelte, a város kulturális életének egyik több évtizedes hagyománya és komoly értéke a kórusfesztivál, amely közösséget épít. Nagyon szép hagyománya van magának a kórusmozgalomnak, és azon belül ennek az éves kórusok közötti találkozónak itt Székesfehérváron, a város kulturális és ifjúsági életének is azt gondolom, hogy abszolút része. Sajnos az elmúlt években nem mindig lehetett különböző okok miatt megtartani, de örülök, hogy 2024-ben újra van kórus találkozó Székesfehérváron. A háromnapos találkozón 10 kórus 500 énekese lépett színpadra 3 alkalommal. A szombati fesztivál hangversenyen a szakmai zsűri értékelte az együttesek felkészültségét, az elismerőseket a vasárnapi koncerteken adták át. A Kodály Zoltán Általános Iskola Gimnázium és Ami Bárdos Lajos Gyermekkar aranyminősítést, az iskola gyermekkara és a Kodály Zoltán Leánykar aranyminősítést diplomával, míg a gimnázium vegyeskara a legmagasabb minősítés mellett az év kórusa címet is átvehette. Az év kórusa mellett aranyminősítéssel gazdagodott a gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola gyermekkórusa is. Második alkalommal veszünk részt ezen a fesztiválon, és elsősorban azért is jöttünk, mert itt mindig nagyon jól érezzük magunkat. Egyrészt a kedves fogadtatás, a nagyon színvonalas szervezés, a nagyon szakmai színvonalon is kiemelkedő zsűri, és hát a gyerekek is nagyon jól érzik magukat. Ismét megerősítést nyert, hogy Kodály Zoltán országában, Székesfehérvár városában is megfogadták a csupa nagybetűs mester és tanító gondolatát, miszerint lehet élni zene nélkül is, a sivatagon át is vezet út. De mi azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mint a sivatagon menne át, hanem virágos réteken.